Ékszer készült a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Zsolnai termében, ahol a rekreáció műhelye mutatkozott be a Design 7 esemény sorozatán. Az érdeklődők kipróbálhatták a különleges dísztárgyak készítését, amit a Máltai Szeretett Szolgálat cégében megváltozott munkaképességű emberek készítenek. Használt elektronikai berendezések alkatrészeit ből kreatívan készítünk ékszereket, kulcstartókat, soralátéteket, nem tudom, igyekszünk női, férfi dolgokat is kitalálni, úgyhogy csak a fantázián múlik, hogy ki mit készít belőlük. Évekkel ezelőtt indult az a tevékenység, amiből mára ékszerkészítés, dísztárgyak alkotása lett. 9 éve jött létre egy kis műhely, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására, és elektronikai eszközöket bontottunk, úgyhogy maga az ötlet igazából innen indult, hogy ott volt ez a rengeteg mindenféle bontott alkatrész, ami nagyon jól kinéző dolog volt, és akkor abból kezdtem el így készíteni, gondolkodni ékszereket, és már 7 éve igazából a rekreáció ékszercsalád így létrejött, és akkor azóta folyamatosan mindenféle újítással, ötlettel, mindig új kollekcióval jelenünk meg. Tevékenységüket díjakkal is jutalmazták. 2 díjat is nyertünk, egyet 2020-ba az Innovációs és Technológiai Minisztérium első díját nyertük el, illetve most az Iparkamarának volt egy pályázata, és ott pedig egy innovációs külön díjat nyertünk ezzel a különleges ékszere, például ami most itt a nyakamban van, ez egy használt számítógép alaplapjából kivágott kis szívecske. A Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. Pécsi üzemében 25 embertársunk kap lehetőséget, hogy értékes munkát végezve megújítsa életét, tudtuk meg a rekreáció oldaláról. Az általuk készített tárgyakból láthatnak egy kiállítást a helyi iparkamara épületében október végéig.